Már több mint 30 éve szervez a Tolnai Nyugdíjas Szabadidőklub tagjai számára karácsonyvárót. Idén is úgy időzítették, hogy a Mikulás után, de még karácsony előtt legyenek együtt és beszélgessenek, hangolódjanak együtt az ünnepekre, mivel ezután már a legtöbb szépkorú saját családjával ünnepel. Havonta járunk össze, vannak bálos rendezvényeink, kirándulások, nyáron fürdések, gyógyfürdőbe járunk. Mindig összejön a társaság, és akkor busza elmegyünk valamerre kirándulni, fürödni. Ezt azért szervezzük, mert a klubtagságunknak a 90%-a egyedülálló. Nagyon kevés az, aki a párjával tud jönni, nagyon soknak már nincs párja, és egyedül van otthon, és akkor így azért karácsony előtt egy kicsit ráhangolódunk az ünnepekre. Mindenki akkor hoz a másiknak egy csekély kis ajándékot, nem nagyot, csak egy nagyon csekély kis ajándékot, hogy egyike a szeretetüket kimutassák. A textilgyárosok, sejemgyárosok, varodások az általában abból tevődik össze a klubtagságunk, és most már úgy van, hogy most is lesz olyan, hogy az unokáját hozza, és ő fog majd szerepelni. Utána pedig a klubunk klubpénzből vásárolt ajándékutalványt, meg egy kis szaloncukorral fogunk kedveskedni minden tagunknak, akik betegek, azoknak el fogjuk vinni, és utána egy kis beszélgetés, egy kis csemegézés, sütemény. Elsőként a Tolnai Nyugdíjas Szabadidőklub tagjai énekelték el karácsonyváró műsorukat. Ezt követően az unokák csaltak könnyeket a szépkorúak szemébe. Több olyan szépkorú van, akik már évek óta rendszeresen eljárnak a karácsonyváróra. Mert ahogy mondják, itt saját korosztályukkal vannak, átérzik és megbeszélik egymás problémáit, nehézségeit. Néhány nyugdíjas számára ez az egyetlen lehetőség, ahol társaságban lehet, mivel házastársa meghalt és gyerekei vagy unokái külföldön élnek. Egy kis szórakozás. Nekem is kikapcsolódás, önnek is kikapcsolódás. Úgyhogy én ezért tartom ezt az összejövetelt, és egy kis szerény kis jövetelek, nem úgy van, hogy nagy külön vannak zenészek is, de most ugye csak karácsonyi van, és ha hallják, hogy azért kimondottan készülnek, és nem csak az idősebbek, van itt idősebb, fiatalabb, mert ez szabadidőklub, és ugye nem csak nyugdíjas, és szépen el vagyok. Ez a kapcsolatteremtés, ez hogyan mondjam, felül mindent. Annak főleg, akinek már a család ugye kiszállt a fészekből, akkor milyen jó, mikor ide eljövünk, és egyik ismerőse, másikkal is már ennyi év után találkozunk, megosszuk egymással a jót is, meg a rosszat is, ezt is hozzá akarom tenni még, és akkor így el vagyunk, elmegyünk haza, akkor megint egy darabig, míg a következő nem jön, addig el vagyunk az emlékeinkbe. Nagyon örülünk, mikor ilyenkor összejöhetünk, mert mi nyugdíjasok már összetartozunk az ilyen korosztályhoz, tulajdonképpen együtt vagyunk. Hát otthon is van karácsony, ugye azt már régebbről, a unokák kiszálltak, már elmentek, dédunoka ugyan van, de azért, mikor úgy magunk között vagyunk idősek, azért más a téma. És azért örülünk, hogyha itt összejöhetünk, megbeszéljük a dolgokat, sőt ugyanúgy énekelünk, van énekkar, minden, és földíszítünk, mintha otthon lennénk. Hát ez egy nagy öröm a számunkra. Az ünnepi műsor után meglepetésként besétált a Mikulás és angyalai, akik minden résztvevőt megajándékoztak.